A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nos, én azt hiszem, hogy a rendkívüli időjárás, illetve az energiaárak mind-mind meghatározóak ebben az esztendőben is a mezőgazdaság tekintetében. Ezért aztán úgy gondoltam, hogy visszatekintünk 2022-re, megnézzük, hogy hogyan nyomta rá a bélyegét a termelésre és általában a mindennapokra. Vendégem pedig Szabó Gábor, az Aranybulla ZRT növénytermesztési ágazatvezetője. Tisztelettel köszöntelek. No, nézzük meg először is az energiaárak, hiszen én azt gondolom, hogy aki kevésbé figyel, az is, annak is tudnia kell, hogy bizony a földeket meg kell művelni, hogy aztán termést hozzanak. Mennyire nyomta rá a bélyegét az elmúlt esztendők, illetve a folyamatosan növekvő energiaár? Hát így van, hogy a területeket meg kell művelni, és ez nem kis energiát igényel, akár a dízel, akár a egyéb energiára gondolva, és hát nem beszélve akkor még a terményeknek a szárításáról, ahol pedig a gázfogyasztás nagy mértékű. Hát itt ez az energia ugye egy darabig a kormányunk biztosította ezt a kedvezményes árat, vagy beszerzési lehetőséget, amit a benzinkutaknál a mezőgazdasági traktorokba lehetett vásárolni. Ez az ősz folyamára ugye visszaszűkült, illetve akkor már nem lehetett. És hát ugye addig is magasabb volt, de most az őszi munkákra, a szántásra gondolván ott már elég... Hát ugye ez szinte megduplázódott ez a költség, úgyhogy így sokkal drágább az idei őszi szántások, illetve a tavaszi elvégzett munkáknak a költsége. Ugye erről még nyilván beszélünk, de az asszály azt hiszem, hogy ez történelmi méretű volt mindenképpen. Mit jelentett ez az asszály a vetéseknél, a fejlődésnél és úgy általában? Ugye tavaly már elkezdődött igazából a tavasz folyamán, tehát a 22-es év elejétől fogva egy aszályba mutató, vagy aszályra mutató időjárás volt, ahol még bíztunk benne, hogy majd csak egy kicsit jön, és akkor helyre teszi a elrontott dolgokat, de ez ugye nem realizálódott, egész évben nagyon aszály volt. Legfőképpen a késői betakarítású növények, értem alatt a kukoricát, napraforgót, amik megsínylették, a korábbiak, tehát egy borsó, nálunk a zöld borsó, ami a legkorábbi növény, ami lejön a tábláról, és a következők a repce meg a búzáig, még csak-csak a megyébe húzták, illetve a téli csapadékból éltek, vagy abból a kevéskéből, ami a nem is jó leosztásba, de néha azért csak leesett a területre, de a későbbi ősziek már bizony csak tizedét hozták annak, amire számított a gazdák. Igen, ezt szerettem volna kérdezni a termés átlagokat, hiszen azt tapasztaltuk, hogy az alföldön, a legjobb földeken is jószerivel olyan szinten visszaesett a termés minden növényi kultúrában, hogy az nehezen kifejezhető pénzben, és nem is erről, itt talán Dunántúlon jobb volt a helyzet, de itt sem jó. Tehát ha a búzát nézzük, akkor a termés átlag és a mennyiség, minőség az miként arányult az eddigiekhez? Hát a búzánál ugye az még nem egy igazából, vagy nem sújtotta annyira az aszály, nem érezte meg annyira, de ott is egy 30-40%-os kiesést lehetett tapasztalni. A búzánál, illetve a másik gabona, ami nagyobb mennyiségben az árpánál, búzánál, minőségben
romlás úgy nem volt tapasztalható, inkább a szemkitelítődésbe, tehát egy apróbb szemű terményt tudott mindenki betakarítani. Így aztán a hektoliter súlyok is lementek, és hát az osztályozottság az főképpen az apró szem. A kukorica ugye az egy, már egy sújtottabb növény, ugye nevébe is, hogy tengeri, hát ez valójában a vizesebb évszakokat kedveli, akkor tud kifejlődni igazán, illetve már a címer, vagy hát a virágzáskor is a párás virág, vagy a párás időszakban termékenyül jobban. Ugye itt voltak már olyan hőségnapok a virágzásban, hogy egyszerűen a címerbe a pollen elégett, nem tudta megtermékenyíteni a bibét, úgyhogy itt már akkor látszott, hogy nagy problémák vannak, de ahol ez még sikerült, vagy ahol még ilyenkor pont kapott egy kis esőt, ott is később a fejlődésbe nagyon visszaesett, és a kukoricánál még a terméskiesés fokozta, hogy a toxin képződés is sokkal intenzívebb volt, és olyan toxinos kukoricákat lehetett betakarítani, amelyek szinte azt mondanám, hogy az állatoknak sem, meg az embernek számára is felhasználhatatlan. Rendkívül népszerű, és azt hiszem jogosan a repce. Ugyanakkor a repcét is megviselte az a száj. Így van. Hát a repcék is azért akár mennyire mélyen gyökerező is, akkor sem tudja összeszedni azt a mennyiségű vizet, és mivel hogy a víz nem állt rendelkezésre, így a tápanyagot is gyakorlatilag a talajba hagyja, illetve nem tudja hasznosítani. És ennek apropóján a repcék gyakorlatilag egy sokkal apróbb szemű repce lehetett betakarítani. Ugye itt át kellett gondolni, hogy a kombányok is milyen rosta mérettel, illetve maga a tisztító is, hogy a rostát cseréni, hogy maradjon, tiszta legyen, de ez az apró szem ne essen át, tehát egy egész technikát kellett újra gondolni, hogy lehessen a repcét is betakarítani. Az emberfia azt gondolta, a szakemberek nem különben, hogy a búzaárak jelentősen nőnek majd, és ez így is történt egy ideig. Aztán jött az ukrán-orosz háború, és elindult a segítség ilyen értelemben. Most a segítségből az lett, hogy értesüléseink szerint az ukrán búza lenyomta teljes egészében a magyar árakat, és ráadásul nem olyan minőségű, mint tudjuk, mert hajlamosak az emberek ezt segélyként felfogni, hogy ukrán búzát vásárolnak, de azt tudjuk, hogy az európai normáknak nem megfelelő a minősége. Ez mennyire rontotta a magyar búza helyzetét, hiszen nagyon jól tudom, hogy sokan olyan likviditási problémákkal küzdenek, hogyha nem tudják eladni a búzát, akkor jószerűen majd nem fognak tudni vetni. Igen. Hát az a helyzet benne, hogy tehát a betakarításkor és a betakarítás után még egy erős két hónapig tényleg jó ára volt a gabonának, a felvásárlók is keresték, és vásároltak is úgy a malmok is, mint a más feldolgozó piac. És aki ebbe az időszakba eladta, gyakorlatilag most az járt jól, ugye teljesen megfordult a korábbi tendencia, hogy a gazdák, aki tudta tárolni a gabonáját, az jobban járt az előző években, vagy évtizedekben, hosszú éveken keresztül, és jobb árat tudott elérni. Hát ez most pont fordítva volt, úgyhogy aki a kombány aló szinte eladta a búzáját, vagy az egyéb gabonáját, akkor az tudott legmagasabb árat elérni, és szépen csökkent aztán lefelé. Hát igazából remélhetőleg, hogy most már megáll ez a csökkenés, bár a 23-as évi előre lekötött termésekre is még nagyon gyenge árat mond a
kereskedő. Igen, mert ahogy hallottam, meg olvastam, jó néhányan olyan problémával kell, hogy megküzdjenek, hogy azba tudtak volna finanszírozni az idei vetéseket, és az meg, tehát majd tavaszi vetésre jószerűen nehezebben jut pénz, ez óriási probléma. És a minőség, az valóságos, hogy ez az ukrán búza nem üti meg azt a mércét, amit az Európai Unióban elvárás például velünk szemben? Mármint, hogy olyan input anyagokat használnak, ami itthon tilos, meg az Unióban. Ez így van. Tehát az Unióban itt a környezetvédelem, illetve a talajvédelem tekintetében nagyon sok növényvédőszert kivontak, és hogy egészségesebb árut tudjunk előállítani, de ez Ukrajnában még a korábban egy 10 éve kivont szerek is ott forgalomban vannak, és ezáltal hát lényegesen könnyebben és olcsóbban tudják megtermelni az ukrán gazdák a terményt. Ha már itt tartunk, az input anyagok, növényvédőszerek drágulása az mennyiben nehezítette meg a munkátokat? Mert ez egy borzasztó nagy áremelkedés volt. Hát a növényvédőszereknél legnagyobb probléma ugye, amikor kivonnak egy hatóanyagot, és azt valamivel pótolni kéne. Most ez a pótlás ugye, mivel egy mondjuk úgy, hogy zöldebb termékről van szó, és tehát nem olyan hatékony, viszont mégis magasabb árral hozzák piacra. Mert vagy egy olyan anyagot kell pluszba beletenni nekik, ami ezt a unió által megkövetelt szintet tartani tudja, vagy valamilyen más dolgokkal próbálják ezt realizálni, hogy eladható legyen és megfeleljen az előírásoknak. A tavalyi évben input anyag tekintetben talán a műtrágya, ami leginkább drágult, leginkább felment, ez nagyon, nagyon érintette a gazdákat. Igazából, hogyha a 22-es évet nézem, és még egy évet visszaugrok, 21-ben 1 tonna árpáért kaptunk 1 tonna műtrágyát. A 22-es évben itt már 3 tonna árpa kellett 1 tonna műtrágyáért. Tehát óriásit nyílott ez az agrálolló e tekintetben. A növényvédőszerek azok a tavalyi évben még nem olyan drasztikusan, de sajnos az idei 23-as évben pedig ezeket akár 30-40%-os áremelések is jöttek. Pedig a kártevők megszaporodtak, ugye? Tehát nem volt hó, idén nem volt fagy, és ez azt hiszem, hogy a következő időszakban is így lesz majd. Ez mennyiben nehezíti meg a munkát, hiszen mi is azért beszámoltunk róla, hogy egyre több a kártevő. Így van, és ahogy említettük is, hogy tehát az ősz folyamán az elvetett gabonákat elég jól, kedvezően hatott rájuk az időjárás, szépen kikeltek, és ilyenkor féllő, illetve sokkal nagyobb odafigyelés kell az ősz folyamán már a vírusos fertőzésekre. Ugye itt ugye nagyon gyenge volt a tél, így hosszú ideig voltak ezek a vírushordozók, a kabócák, a levéltetvek jelen a termelésben, a növények levelein. Hát ezt nagyon figyelni kellett, és sok esetben már az ősszel be kellett avatkozni, hogy egy vírusfertőzést megelőzzenek a gazdák. Jelenleg hogy állunk a mostani vetéseknél a férgek tekintetében, mert nyilvánvaló, hogy egyik oldalról most, hogy azért a vártnál megérkezett a csapadék, mondhatjuk, azért nyilván ez is segíti. Ugye fagy pedig nincsen, hó megint csak nincs, nem is volt. Igen, hát a repcéknél ugye már sokkal korábban el kellett kezdeni a védekezést, mert az előző 2-3 hét azért olyan, tudjuk, hogy milyen meleg volt, szinte nyári már 20 fokos melegeket is mértünk, és ilyenkor már intenzíven jönnek a kártevők, úgyhogy itt az első védekezéseket már meg kellett csinálni. A gabonákban a kártevők azok nem, inkább a kórokozók okozzák a problémát,
Tehát itt jelen vannak a levélen, ezt figyelve, hogy megindultak a friss idei levelek, tehát ezeket már meg kell védeni, és a következő szárazabb periódusba most nyilván föl fog szaporodni még intenzívebben ezekbe az időkbe, bár a hét közepére egy kis enyhülést mond, vagyis hideget mond a meteorológiai hidegét ígér, de ez nem fogja már megakadályozni ezeknek a terjedését, úgyhogy itt szintén csak kemikáliákkal lehet tehát majd beavatkozni. Állni. Ha a csapadékról beszélünk, azt tudjuk, hogy a szeptember-december az megvolt, novemberben, januárban ismét nem volt csapadék, vagy illetve pont fordítva, bocsánat. Mennyi most a vízhiány? Hiszen jó néhány helyen 250-300 mm-t mondtak. Jó, pillanatilag, vagy az elmúlt időt nézve, mondhatnánk, hogy az altalajok föltöltöttek, viszont az előző időszak, amikor már kitavaszodott, ugye olvashattunk ezekről a nagy porviharokról is, ugye ebbe a szél és a talajnak a vízhiánya, ami belejátszott, és így van, hogy a felső réteg, tehát ahova most a tavasziakat fogjuk vetni, az már annyira száraz volt, hogy bizony nagyon kellett ez az eső, és az őszi vetéseknek pedig a megindulásához kellett, hogy jöjjön ez a csapadék. Az, hogy az őszi vetések megindultak idejében, azt tudjuk nehezen, de azért megtörtént. Ez mennyivel változtatta meg az időjárás, hiszen azért tudjuk, hogy ennek van egy kialakult rendje. Hát végső soron ugye volt a talajban még víz, így a hő, a melegekre fejlődtek a búzák, a gabonák, a repcék, és ez egy kicsit korai indulás volt, hát szerencsére a fagyok nem jöttek be, tehát a késői fagyok ugye, hát nyilván a gyümölcsösöknél más a helyzet, ott egy-két napos hideg is komoly terméskiesést okozhat. A gabonáknak a fejlődése az optimális volt, talán a repcé egy kicsit előre haladottnak mondható a meleg tekintetébe, viszont már látszott a vízhiány, ugyanis a kiadott tápanyag utánpótlással, a fejtrágyázással nem igazán hasznosult, mert nem volt csapadék, ami bemossa a talajba, és aminek a vízzel együtt fölvehette volna a növény. Nagyon-nagyon fontos és nagy kívás, én azt hiszem, mindig a tavaszi vetés, főleg az ilyen hektikus időjárási viszonyok között. Ez mennyit változik például az aranybullánál? Lehet-e előre gondolkodni abban, hogy mi történik ebben az időszakban? Igen, próbálunk előre gondolkodni. Valójában egy jogszerű talajmunkát megpróbáljuk, hogy megóvni azt a sekély vizet, ami a talajban van. Így mindenképpen egy felületi lezárást, a kapillárisoknak a elvágását, tehát ne párologjon az altalajból a víz, ne tudjon elillanni, és hát a műtrágyának pedig a bedolgozását a talajba, hogy ne csak a csapadékra várjunk, hogy majd bemossa, hanem próbáljuk meg bedolgozni a talajba, és akkor remélhetőleg hasznosul. A hasznosuláshoz ugyan továbbra is vízre van szükség, de legalább nem párolog el a műtrágya. Tehát az a megszokott talajművelési technikák, illetve az agrotechnikai megoldások is fontosak ebben a kérdésben, hogy azért át kell gondolnatok, nyilvánvaló. Ugye a vízmegtartó képesség az nagyon-nagyon fontos. Mit lehet tenni ennek érdekében? Ennek érdekében legfőképp, hogy kevesebb szer menjen rá a talajra, tehát kevesebbet bolygassa, és akkor lehetőség szerint egy egymenetű műveletet, aminek a vége az mindig egy lezárás legyen, egy henger menjen a munkasor végén, és így azért amennyire lehet, hát lehet a csapadékra vigyázni. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a termőhelyi sajátosságoknak megfelelő terményeket vessetek, meg különböző terményfajtákból? Igen, felmerül a kérdés, ugye arra az irányba indul is egy kicsit talán, nem csak nálunk, hanem egyáltalán
Ugye korábban említettem, hogy ez a kukorica, ami tengeri, egy elég vízigényes növény, tehát a víz, vagy egy kicsit kevesebb vízzel beéri a cirok, a napraforgó, tehát úgy érzem, hogy ezek irányába megy el a tavasziaknak a vetés szerkezete. De ez mindenképpen komoly ráfordítást meg gondoskodó figyelmet igényel, gondolom én. Igen, ugyanis hát más eljárásokkal, más technológiákkal kell vetni a egyiket és a másikat, tehát valójában nem lehet a szokványos hátradőlök és 10 éve így csinálom, ez nem működik. Tehát mindig a napra készre kell, vagy napra próbáljuk legalábbis úgy gazdálkodni, vagy úgy összeállítani a vetésszerkezetet, hogy az időjárásnak megfeleljen, hát amennyire ki lehet számítani az időjárást. Sajnos ez elég hektikus, és hát a májusig el kéne dönteni, nem eldönteni, addigra elvetni, de hogy aztán a későbbiekben ez jó döntése lesz majd az ősz folyamán, igen. Tudjuk. Milyen jövőképe van most az agrárgazdaságban a mezőgazdaságnak? Tehát ha itt most, mert ugye általában mindig a jókról beszéltünk ebben az időszakban, és sajnos az elmúlt időszakban egyre inkább előtérbe kerültek a problémák. Hát itt eddig azt gondoltuk, hogy legnagyobb probléma az aszály. De most azért inkább bebizonyosodni látszik, hogy az aszály, nyilván vannak az országban, kis ország vagyunk, mégis akkora eltérések, amint említetted is, hogy az Alföldön szinte lenullázódott a termés a 22 évben. A Fejér megyében ennek azért szerencsésebb volt a kimenetele, de az akkori, tehát a 22-es értékesítési árak, a gabonaárak, azok egy kicsit ezt helyre tették, kicsit kompenzálták, nyilván ahol ki tudott eladni. Aki, vagy amikor az idei évben pedig amennyire visszaestek az árak, tehát ez meg hát ilyen humanitárius, illetve politikai döntés is, sajnos ez én most olyan beláthatatlannak látom, hogy ezek az árak még mennyire fognak csökkenni, vagy megállnak, és ez annyira nem a gazdák kezébe van, az érdekképviseleti szerveink próbálnak ebbe lépni, illetve kifele kommunikálni, vagy valami módon az uniós segítséget kérni, de hát tudjuk, hogy vannak ilyen országok, mint Magyarország is, akik ezt a segítséget nem nagyon kapják meg, vagy a magyar gazdák. Igen, ezt nagyon-nagyon sajnáljuk. Nos, hát én nem tudok mást kívánni, mint hogy essen az eső, amikor esik, süssön a nap ugyanúgy, és hát fel a fejjel, mert azt hiszem, hogy a magyar mezőgazdaság megérdemli, hogy egy kis jó is jöjjön most már, tehát ezt kívánom mindnyájatoknak, és a kedves nézőinknek pedig azt, hogy természetesen a közeljövőben ugyanúgy beszámolunk, legyen az gond, baj, mert hogy fontos a jelenlétetek a mindennapjainkhoz. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Szabó Gábor, az Aranybulla ZRT növénytermesztési ágazatvezetője volt, akivel az elmúlt esztendőről, illetve az agrárgazdaság mezőgazdasági részének jövőképéről ejtettünk szót. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.